Köszöntöm nézőket, itt vagyunk kint a déli temetőben beszélgető társam Szentesi Lajos, a Református Egyházközség főnöke. Mögöttünk látszik, hogy munkátok folynak a temetőben, útépítési és útszélesítési munkák, ha jól tudom. Mi is folyik most itt pontosan? Jelenleg a Református Egyház tulajdonát képező déli temetőbe egy útalapot készítünk. A főbejárattól egészen a ravatalozóig 170 méter hosszba megújítjuk az útpatkát. A felhasznált anyag onnan keletkezett, hogy a hosszú évek során össze lett gyűjtve az összes téglatörmelék, betonhulladék, amit egy vállalkozóval lezúzattunk, majd most pedig az alaptükrébe helyeztük el. Jelenleg folynak a törmeléknek az egyengetése, elhelyezése, majd az elkövetkezendő napokban pedig apró, finom zúzalékkal meg lesz megszorva a járdától teljesen az útig a teljes útpatka. Az út bal oldalán bemenetként pedig a sírok előtt egy 20-25 cm-es apró murva nevű kavicsot fogunk elhelyezni, így esős idők alkalmával is könnyen megközelíthető a ravatalozó és a sírok. Úgy tudom, hogy ez most itt a C parcella, tehát a főbejárat előtti, de úgy tudom, másik parcellában is lesznek munkák. Szándékozva van az egyházközségnek a presbitériummal egyetértve a L parcellánál egy teljes útalapnak az elkészítése, szintén hasonló technológiával, amelynek a hossza 160 méter fog lenni. Ez egy olyan széles út lesz, amin a személygépkocsik kényelmesen tudnak majd járni. Az aszfaltozásáról majd a későbbi időbe fogunk dönteni. Hát akkor ezzel már majdnem minden parcella megközelíthető lesz? Majdnem minden parcella járható lesz szilárd burkolatú úton, majd tervezzük a temető legutolsó parcellájánál lévő útszakasznak a meghosszabbítását is. Hát akkor a halottak napja előtt ezek valószínűleg elkészülnek, és már mindenki könnyebben tudja megközelíteni szeretteinek a sírját. Szándékunk van ezt halottak napja előtt elkészíteni. A jelenlegi útszakasznak már tényleg csak a murvázása, apró kavicssal való meghordása és annak a hengerezése van hátra. A másik útalaphoz pedig az időjárástól függően az elkövetkező napokban hozzá fogunk fogni. Akkor jó munkát kívánunk, és akkor reméljük, hogy az időjárás most kegyes lesz, önök közé is tudnak dolgozni. Hát mindenképpen az időjárás, ha engedi, akkor elvégezzük a munkákat halottak napjára. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen megköszönöm!